Ebben a mai videóban azt nézzük meg, hogy hogyan kell hatékonyan tiszta méhpempőt alkalmazni. Szeretettel köszöntök mindenkit! A tiszta méhpempő olyan méhpempő, amely abban az állapotában van, ahogyan azt a méhek a kaptárban létrehozták, tehát nincs feldolgozva, nincs keverve semmilyen más vegyülettel. Éppen ezért hosszú távon hűtőben kell tárolni, 0,5 Celsius fok között. A tiszta méhpempőből fél gram és 2 gram közötti mennyiség a napi javasolt, testsúlytól függően 80-90 kg-os testsúly alatt napi 1 gram elegendő, felette célszerű 2 g-ot fogyasztani két adagban. 14 éves kor alatti gyerekeknek naponta fél gramot adjunk joghurtba, nem meleg italba, vagy mondjuk mézbe elkeverve. A tiszta méhpempőnek az íze nem feltétlenül mondható finomnak, nem méz, nem édes, viszont cukorbetegek is fogyaszthatják. Ideális étkezéstől függetlenül bevenni, például étkezések előtt vagy után egy fél órával. Ha a szánkban tartjuk pár percig, a száj nyálkahártyáján keresztül felszívódik valamennyi a hatóanyagai közül, így azonnal bekerül a vérkeringésbe, ami akkor előnyös, ha mondjuk az emésztőrendszerünk nincs túl jó állapotban. Ilyenkor sok nyál keletkezik, de ez nem jelent gondot, pár perc után lenyelhetjük a maradék nyállal keveredett méhpempőt. Mivel a méhpempő egy eléggé savas anyag, ezért gyomorfekély vagy más olyan problémák esetén, amikor a savas ételek irritálják a gyomor falát, a tiszta méhpempőt célszerű egy kevés mézzel elkeverve fogyasztani. A méhpempőt keverhetjük gyümölcs vagy zöldségturmixokba is, illetve más ételekhez, italokhoz is hozzáadhatjuk. A pempőt ajánlott a reggeli órákban bevenni, illetve ha naponta kétszer veszük be, úgy pluszban még kora délután. Energetizáló hatásai miatt a lefekvés előtti időszakban célszerű nem fogyasztani. Okozhat a kezdeti napokban enyhe hasmenést, ilyenkor csökkentsük le az adagot fél grammal. Ez általában a méregtelenítés jele, illetve a pempőhöz hozzá kell szokjon a testünk. Termékenység fokozási célból hölgyek számára a legideálisabb, ha a menstruációt követően kezdik el fogyasztani a méhpempőt, és a menstruáció ide alatt szünetet tartanak. Ha rendszertelen a ciklus, úgy mindegy, mikor fogyasztjuk, de ilyenkor is érdemes egy 5-10 napos szünetet beiktatni, majd újra kezdeni a szedését. A fogantatás után az első trimeszterben még nyugodtan szedhető a méhpempő, normál napi 1 g-os adaggal, a második trimeszterben célszerű már csak egy fél g-ot fogyasztani, a harmadikban pedig tartsunk szünetet, majd a szülést követően azonnal újra lehet kezdeni. A méhpempő pozitívan hat a baba szellemi és mozgás fejlődésére, regenerálja a méhfalat, megelőzhetjük vele a szülés utáni depressziót, illetve elősegíti a természetes hormonegyensúlyt. Változókor alatt folyamatosan szedjük megszakítások nélkül, a normál módon reggelente. Ha gyakoriak az éjszakai ébredések, lefekvés előtt is próbáljunk meg egy fél grammot elfogyasztani belőle, van akinek beválik és jól tud aludni tőle. Immunerősítéshez évente tartsunk többször 30 napos kúrát napi 1 gram bevitelével. A méhpempőt fogyaszthatjuk az emésztőrendszer, bélflóra, máj, hasnyálmirigy állapotának, funkcióinak javításához is. A legtöbb hormonokkal összefüggő probléma esetén érdemes kipróbálni a méhpempőt, akár adott hormon alul, akár felülműködés esetén. Pajzsmirigy problémák, alacsony tesztoszteron, inzulinrezisztencia, PMS, depresszió esetén is érdemes a terápia részévé tenni. A videó leírásában betettem egy linket, ahol megtekinthetők a méhpempő javasolt adagolási módjai különböző más egészségügyi problémáknál, tehát hogy mikor, hogyan és mennyit szedjünk belőle adott betegségek esetén. A méhpempőnek nagy előnye, hogy mivel teljesen egyedi a hatásmechanizmusa a szervezetünkben, tehát ahogyan a hatásait kifejti, ezért szinte bármilyen más készítménnyel szedhető egy időben. Gyógynövénykivonatokkal, vitaminokkal, gyógykészítményekkel. Aki allergiás a virágporra, méhcsípésre vagy a mézre, az a legtöbb esetben tudja szedni a méhpempőt, mivel a pempőnek teljesen más az összetétele. Jó azt is tudni, hogy a liofilizált, azaz a kiszárított méhpempő, amit ugye kapszulákba helyeznek, tehát a méhpempő kapszula, a tiszta méhpempőhöz képest kevesebb pozitív élettani hatással rendelkezik. A pempő minőségét a benne lévő 10 HDA-sav vegyület
nagyban meghatározza. Általában minél magasabb az aránya, annál jobb az adott tiszta méhpempő minősége. Ha szeretnéd, hogy más is megtudjon többet a méhpempőről, nyomj egyet a videó alatti tetszik gombra, mert így a YouTube másoknak is felajánlja majd ezt a videót megtekintésre. Nagyon jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!